Az elmúlt napokban sokszor énekeltétek, hogy véget ért a lázas ifjúság. Ha ez egészen nem is igaz, a középiskolás évek a mai nappal mégis lezárulnak. Sikerek és csalódások, megvalósult álmok és elszalasztott lehetőségek, életre szóló barátságok, diákszerelmek. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a vén diákokat Kovács Miklós, az Árpád gimnázium igazgatója. A mai különleges napon a tanárok és tanulók közösen emlékeztek az elmúlt időszakra. Azért állok itt, hogy búcsút és egyben köszönetet mondjak. 6, illetve 4 évig voltunk ennek az iskolának a részesei. Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk, és úgy gondolom, nagyon sokat adtunk ennek a közösségnek, hiszen mi is meghatároztuk a gimnázium egyéniségét. Lelket adtunk a névnek, az épületnek, az Árpádnak. Sok kis színből, külön egyéniségekből gyúrtuk össze egy kis ideig az iskola egészét. Minden beírás, szaktanári figyelmeztetés és dicséret, beszólás, mosoly és könyv hozzáadott az életünkhöz. Mint minden évben, idén is átadták az Árpád díjat egy végzősnek, Udvarnoki Zoltánnak, és egy pedagógusnak, Gellért Juditnak, kiemelkedő munkájukért. Ez a díj ez minden évben olyan diákoknak, illetve egy tanárnak minden évben szokták adni a diák önkormányzat szervezésében, akik hát különlegesebb, a diákok esetében főleg különlegesebb eredményeket értek el, vagy a diák önkormányzat terén voltak nagyon tevékenységek, ugye mindig ez végzős diák. A tanárok esetében, hát hogy én mivel érdemeltem ki, nem tudom, úgy gondolom a diákok úgy ítélték, hogy hát mint mondták, lelkiismeretes tanári munkámért, hát remélem, hogy így van, és azért kaptam meg. Ezúton is köszönöm az Árpád összes diákjának, aki úgy döntött, hogy ezt én kell megkapjam. Végül is szomorúság, mert hát egy elválás mindig szomorú, mindegy, hogy ez 4 év után, 6 év után történik, mindegy, hogy egy kicsit csintalanabb, rosszabb csapat volt az, akiktől elbúcsúzunk, a búcsú mindig nehéz.